Vannak olyan települések, ahol nem hoz jelentősebb létszámnövekedést az új előírás. Kemecsén például már évtizedek óta 3 éves kortól járnak óvodába a gyermekek. Ez azt jelenti, hogy idén szeptembertől összesen 5 fővel kezdenek többen, mint a tavalyi évben. Az óvodáztatási támogatás tekintetében ugye megszületett ez a jogszabály a kötelező óvodáztatásról. Előtte volt egy forrás összegszerű, egy 20 000 forintos óvodáztatási támogatás, ha valaki beiratta a gyereket az óvodába. Nálunk ez nem jelentős eltérés, hiszen a számok is mind mutatják, a gyerekek 5%-a, tehát 5 főről van lényegében, még 5%-ot sem éri el, 5 fő óvodáskorú gyerek dövegményünk van szeptember 1-től, tehát itt lényegében a településen az elmúlt években, az elmúlt évtizedekben, amióta bejött ez az óvodáztatási támogatás, jártak a gyerekek 3 éves kortól az óvodába. A könnyebb beilleszkedést segíti a 3 éves kor felettiek számára a kötelezővé tett óvoda. A gyermekek a szocializáció mellett az önállóság, a figyelmesség, a kitartás és a szabálytanulás alapjait is ekkor szerzik meg. Azért fontos a minél korábbi óvodába járás a gyerekeknek, hogy már 3 éves kortól óvodába járjanak, mert csökkennek a hátrányaik, esélyeik növekszenek. Tehát, hogy már később, hogyha iskolába járnak, illetve a munkanélküliséget már ezzel ők csökkenteni fogják, hogyha 3 éves kortól óvodába járnak. Itt a szocializáció nagyon fontos az óvodába. Az érzelmi akarati tulajdonságaiknak az erősödése megkezdődik, illetve minden olyan tulajdonságokat megtanulnak, ami az életbe szükséges a gyerekeknek. A családi pótlék folyósítását a kötelező óvodáztatáshoz kötik a kisgyermekes családoknál. Ez azt jelenti, hogy 20 nap igazolatlan hiányzás esetén megvonható lesz a támogatás.